Sziasztok! Hát tényleg nagyon sokan vagyunk, ezt csak most látom. Nehéz Áron után megszólalni, de azért mégis elmondanám, hogy nekem miért fontos most itt beszélnem. Mert hogy különösen jó ma ide kiállnom, ma ugyanis az én általános iskolám és az én gimnáziumom, a Pécsi Belvárosi Általános Iskola és a Pécsi Lővei Klára Gimnázium tanárai és diákjai is kiálltak magukért. Különösen jó ma itt állnom, mert tudom, hogy számos barátom, ismerősöm áll ki ma a tanárok mellett, és a gyerekének a jövőjéért. Különösen jó ma itt állnom, mert azt látom, hogy ilyen sokan bátrak vagytok, és ilyen sokan szeretnétek szabadok maradni ebben az országban. Mert mit láthattunk az elmúlt hónapokban, hetekben, de még akár a mai napon is, azt, hogy a hatalom részéről rendszeressé vált a megfélemlítés, az elbizonytalanítás, a jogszabályok kifacsarása, vagy egész egyszerűen csak a jogellenes fenyegetés. Mert egy óra munkabeszüntetésért másfél óra bérrel fizetsz. Igazolatlan órát adunk a gyerekednek, hogyha nem küldöd iskolába. Mulasztást könyvelünk el, hogyha szabályosan sztrájkolsz. Fegyelmit indítunk, lefokozunk, kirúgunk, feljelentünk, ha nem tartod be az abszurd szabályokat, és polgári engedetlenséggel állsz ki magadért. De vegyük észre, hogy mit jelent ez valójában. Azt, hogy a hatalom már nem tudja nem észrevenni, amit ennyien mondunk. Azt, hogy már annyian és olyan sokan tiltakozunk, hogy a hatalom ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. Azt, hogy a hatalom nem talál valódi fogást azokon, akik kimondják, mit gondolnak a kivéreztetett, agyonszabályozott, méltatlanul elhanyagolt oktatási rendszerről. A tanárok egyre elszántabbak, a szülők és a diákok egyre határozottabbak és szervezettebbek. Bár azok is szolidaritást vállalnak, akik utoljára az iskolapadban kerültek kapcsolatba az oktatási rendszerrel. Diákok virrasztanak. Szülők szerveznek meg napok alatt élőláncokat. Tanárok helyezik letétbe a felmondásukat. Egyre többen ébrednek rá, az oktatás nem csak a gyerekek és a fiatalok lehetősége, nem csak a tanárok belügye, az oktatás valamennyiünk ügye, valamennyiünk jövője. Sokan elmondták már előttem. Ha az oktatás rossz, akkor minden rossz. Akkor nincs fejlődő ország, akkor szegényebbek és gyengébbek leszünk. A jó iskola a közös célunk, a közös érdekünk. Ennek az eléréséhez mindenkinek a hangjára szükség van. Mert az oktatás ügye mindenkit érint. Személyesen, jogvédőként a legszebb dolog azt látni, hogy ennyien kiálltok magatokért. Csak így tovább, ne hagyjátok magatokat! Ismerjétek a jogaitokat, mert minél jobban ismeritek ezeket, annál jobban tudjátok használni. A TASZ mellettetek áll, amikor tiltakoztok, segítünk, ha kell, legyetek akár tanárok, akár diákok, akár szülők, mert minél többen használjuk jól a jogainkat, annál nagyobb az esély a változás ellen elérésére. Szóval tudd, hogy joggal vagy szabad!